Kriszta, ha érdekel a Maurónál, a legjobb fagylaltosnál és pizzásnál Zamárdiban, még mindig 70 forint a fagylalt, valódi olasz fagylalt, és ott bukkantam rá erre az öreg Cinquecentóra. Elhatároztam, hogy a kettőt együtt bemutatom. Nagyon érdekes, ha csak arányában megnézed, hogy milyen nagynak hat mellette az új autó, illetve milyen régi volt a kicsi. A régiről elsősorban annyit érdemes tudni, hogy 1957-ben született az első verzió, két személy részére és 70 kg terhet tudott szállítani. 4,5 liter volt a vegyes fogyasztása, 85 km/h volt a sebessége, és 479 köbcentiméteres volt, 6,5 volt a kompresszió viszonya az egyhez, 13 lóerőt adott le, 4000-es fordulaton, 4 fokozatú váltó volt, az első aszinkron volt, elő laprugója volt, hátul pedig egy hosszanti lengő karokra felfüggesztett spirálrugós megoldás volt. De végül is nem ez a lényeg, hanem az, hogy megmutassam, hogy mennyire hasonlít a két autó egymásra. Tényleg úgy néz ki, mintha egy kicsit csak a méretét növelték volna meg. Ugyanakkor teljesen más, igazi mai autó lett a Cinquecentóból, lényegesen nagyobb eltérrel természetesen. A korabeli mérete 2970 volt a hosszúsága, ma ez 3547, tehát 57 centivel lett hosszabb, 46-tal lett hosszabb a tengelytávja, 30-al lett a szélessége és 5,5 centivel a magassága. Itt hátul, ha jól figyeled, akkor látod, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egyformák, persze a kopoltyúzat nincs rajta, itt van ez a bizonyos kéthengeres, soros légütéses motor, a Fiatnak ez volt az első kéthengerese autóban, ez volt az első légütéses abban az időben, itt mondtam 13 lóerős 479 cm. Erről a Mauro-féle autóról érdemes megjegyezni, hogy ez az 500L, az úgynevezett Lusso, ez 1968. szeptemberében kezdett el az utcára gördülni, és ennek a sebessége már 95 km/h volt, ez 4 személyes volt, és 40 kg csomagot tudott szállítani. Az új motor természetesen egészen más, itt egyébként ebben az autóban ráadásul a dízel van, a Multijet dízel az 1,3 literes, ha összehasonlítod a másikkal, egyenesen csoda, hogy ebbe egy 4-hengeres dízel vízhűtéses így eltért az elejébe. Itt van a fő különbség egyébként a Lusso és a normál 500-as között. Sajnos, mert érdemes lett volna úgy megnézni, hogy valóban látszik a differencia az átlag között. A kárpítozás micsoda változáson esett át. Itt van ez a bizonyos műszerfal. Sajnos a régiben, az eredeti 500-asban kerek volt a műszer. Nagyon hasonló a jelenlegihez. Középen 3 kapcsoló volt. Nagyon hasonlóan a jelenlegihez. Ennek a ülés is lényegesen kényelmesebb, mint az átlagos volt. Azt lehet mondani, hogy sokkal jobban hasonlít ennek a műszerfala, tehát az újnak a műszerfala a régi 500-asihoz, mint a Lusso-é, de azért tanulságos összehasonlítani kárpítvastagságban, belső megjelenésre, a nyakhasználatra a két autót, ez a csomagtere, a réginek erről volt a benzintankja, itt az újnak, 185 literes a csomagtere, a régi pedig 70 kilót tudott vinni, a csomagteréről nincsenek pontos adatok. Hát ennyit egy apró összehasonlításban.